Sziasztok! Ebben a videóban az első ipari forradalomról és annak következményéről fogok röviden beszélni. De először is akkor tekintsük át, hogy mi is a lényeg ennek az egész ipari forradalomnak, meg általában a forradalom szónak. Ugye maga a forradalom szó az legtöbbször olyan esetekben van használva, amikor egy embercsoport a fennálló valamilyen rendszer ellen erőszakosan fellép. Na most a forradalom nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy valamilyen ugrásszerű minőségi átalakulás vagy fejlődés következik be valahol. Tehát például, amikor az ipar kapcsán beszélünk ipari forradalomról, akkor itt nem az erőszakosságon van a hangsúly, hanem azon, hogy az ipari termelésben vagy az ipar működésében egy ugrásszerű változás következik be. A kezdete az első ipari forradalomnak nagyjából a 18. század közepe az 1750-es 60-as évektől volt megfigyelhető. Persze ez is attól függ, hogy melyik országot tekintjük, mert volt olyan ország, mint például Magyarország, ahol leginkább a 19. század második felében zajlott le az ipari forradalom első két hulláma nagyjából egy időben. Mik voltak a főbb területei? Az első ipari forradalomnak. Hát alapvetően a munkai szerszámgépeknek a feltalálása, a manufaktori iparról való áttérés a gyáriiparra, és ennek kapcsán még a közlekedés átalakulása is. És akkor ezek után nézzük meg, hogy honnan is indult ki az első ipari forradalom. Ugye mondtam, hogy országunként eltérő az ipari forradalom kiindulása, illetve lezajlása, de a kiinduló pontunk az egy európai ország, méghozzá Anglia, vagy hát itt a 18. század közepétől már nevezhetjük Nagy-Britanniának is. Miért pont innen indult ki? Hát azért, mert itt voltak meg az előfeltételek ahhoz, hogy az első épülőfordalom elindulhasson. Az egyik ilyen előfeltétel az a mezőgazdaság fejlődése volt. Angliában már nagyjából a 16. század közepétől kezdve bérmunkásokat alkalmaztak a mezőgazdasági munkákra, és ennek köszönhetően a 18. század közepére lényegében ezek a hagyományos jobbágyföldesúri feudális kötöttségek megszűntek. A mezőgazdasági munkák során alkalmazták a trágyázás technikáját, valamint a vetésforgót is, ami arról szólt, hogy ellentétben a nyomásos gazdálkodásokkal nem hagyták meg a megművelendő föld egy részét pihentetésre ugarnak, hanem mindent bevetettek, az egyik részre őszi a másikra tavaszit, a harmadikra pedig takarmánynövényt vetettek, és aztán ugye az aratás után ezeket mindig cserélgették. Az állattartásnál az istározó állattartás volt a jellemző, és a fajták nemesítése is elindult. Emellett mindenféle technikát alkalmaztak arra, a trágyázáson túl is, hogy javítsák a talajnak a minőségét, valamint a mezőgazdasági munkában már egyszerű gépeket is használtak. Na most ezeknek a következtében ö, lényegében Ugye a mezőgazdaságban a dolgozók egy része elveszítette a munkáját, hiszen a korszakban modernek számító technikák és eljárások következtében nem volt szükség annyi munkás kézre a földeken. És hát ezek a munkanélküliek, jobb szó hiány, ugye mivel a földekből már nem tudtak megélni, ezért a városokba mentek, hogy ott találjanak valami munkát, és hát a munkaerőjüket itt bérbe adták. Aztán nagyon fontos volt, hogy a 18. században Angliában már volt egy jól működő hitelszervezet is, és arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Nagy-Britannia ekkoriban már elég komoly gyarmatbirodalom volt, és hát a gyarmatok azok ugye két dolgot biztosítottak mindig az anyaország számára, egyrészt nyersanyagot az iparhoz, másrészt pedig felvőpiacot piacot az elkészült termékek számára. És ugye azt se felejtsük el, hogy Nagy-Britannia alapvetően egy szigetország, ebből fakadóan rengeteg tengerpartja van, és hát ugye a gyarmati elérés szempontjából is fontos, meg Európa elérés szempontjából is fontos, de hogy a vízi szállítás a legolcsóbb szállítási forma még ebben a korszakban is. Tehát ezek voltak azok az előfeltételek, amelyek megalapozták azt, hogy itt indulhasson be legkorábban az első ipari forradalom. És akkor nézzük, hogy melyik volt ez a terület, ahol kibontakozott. Ez a terület a könnyűiparnak az egyik ága, méghozzá a textilipar volt. Mi az oka annak, hogy éppen a textiliparban indult el ez a fejlődés? Hát az, hogy a 18. század során megnőtt az igény a pamut árukra, méghozzá olyan mértékben, amit már a manufaktúraipar egész egyszerűen nem tudott kielégíteni. <kül> a manufaktúrának fontos jellemzője volt, hogy ellentétben a céhekkel itt már volt munkamegosztás, viszont nagyon egyszerű gépeket használtak, és a manufaktúra a munkamegosztás ellenén is alapvetően a kézi erőn és a kézi munkán alapult. Úgyhogy a, hogy a megnövekedett igényeket ki tudják elégíteni, ezért el kellett kezdeni a textiliporban a különböző munkafolyamatokat, hát gépesíteni, illetve ma már mondhatnánk azt is, hogy automatizálni. Az első lépés ebben a fonás gépesítése volt. Ez 1764-ben valósult meg, amikor is Harry Reeves feltalálta a fonógépet, amelyet a lányáról fonó Jenny-nek nevezett el. Itt láthattuk egy gépet erről a fonógépről. Nyilván ehhez is szükséges némi emberi beavatkozás, de alapvetően ugye ezzel a géppel hát eléggé meg lehetett növelni a fontáruknak a mennyiségét. A következő lépés az a szövés gépesítése volt. Itt Ákrájtot és zsákárt emelném ki 1805-ből, és itt láthatjátok az általuk szerkesztett szövőgépet is, tehát most az a Zsákárféle szövőszék. No, és akkor az utolsó lépcsőfok itt a fonásnál, illetve a textiliparban egész pontosan, az az, amikor a pamutfestést is gépesítették. Úgyhogy hát ennyit kell tudni a textiliparban az ipari forradalom elindulásáról. És akkor most térjünk rá a nehéz bekövetkezett változásokra. Ugye itt az alapvető változást a képen látható eszköz hozta meg, aminek hát ugye azon, Steam Dunkey az az a gőzszamár, ami Lényegében nem más, mint a gőzgép itt. Szóval fontos azt megemlíteni, hogy a gőzgépet nem a 18. században találták fel. Korábban is voltak már gőzgépek, de azok csak valamilyen speciális feladatra voltak készítve. A képen látható gőzgép viszont azért fontos, mert ez már nem csak speciális feladatokat láthatott, ez egy úgynevezett általános erőgép volt, aminek a tökéletesítése, szabadalmaztatása az 1769-re tehető, amikor is ezt az egész folyamatot és a képen látható eszközt is James Watt elkészítette, illetve szabadalmaztatta. Tehát fontos, hogy James Watt igazából nem a gőzgépet találta fel, hanem már a meglévő gőzgépek alapján készített egy általános erőgépet, és ő szabadalmaztatta. És hát ennek az eszköznek Rengeteg helyen látták aztán hasznát, de a legfontosabb mégis az a közlekedésnek a forradalma volt ennek köszönhetően. Mert hogy 1805-ben a gőzgéppel hajtva Fulton elkészítette az első gőzhajót, aztán 1814-ben George Stevenson elkészítette az első gőzmozdonyt, amit itt láthattuk a képen, és hát nem sokkal később Yeah, 1825-ben megépült Angliában Stockton és Darlington között az első vasútvonal, és ennek köszönhetően nem sokkal később hát itt a nem sokkal később alatt mondjuk az évtizedeket értsünk, de Nagy-Britanniát is, meg Európát is egyre másra hálózzák be a különböző vasútvonalak. Ugye majd a 19. század második felében, egész konkrétan a kiegyezés után Magyarországon egy úgynevezett vasútépítési láz tört ki, de ez Nyugat-Európában hamarabb is elindult. És ugye lényegében az első ipari forradalomnak a vasútépítés volt az úgynevezett húzóágazata. Ez egy fontos kulcsfogalom, és hát lényegében azt jelenti a húzó ágazat, hogy ez egy olyan ágazat a gazdaságon belül, ami minden más iparágra is fejlesztően hatott. Na most a vasútépítés ö, leginkább a nehéz iparra hatott fejlesztően, azon belül is a bányászatra, a vaskohászatra és a gépgyártásra. Mert gondoljuk végig, hogy mi minden kell ugye a vasúthoz. Hát egyrészt kell vasérc meg szén, amivel ugye a gőzenergiát előállítják, de ugye a vasból alap, a vasat megmunkálva acélt állítanak elő, akkor ugye ha végig gondoljuk, hogy mi minden kell például egy gőzmozdonyhoz, meg egy vasúti kocsihoz, a faiparra is hatással van, az üvegkésztés is hatással van, a textiliparra is hatással van, úgyhogy lényegében ez jelenti a húzó ágazat. És akkor ugye ezek után a gőzgépet hát nyilván nem csak itt használták, hanem bizony-bizony mezőgazdaságban is, mert hogy a 19. században már készítettek gőzzel hajtott cséplőgépet is. És lényegében a folyamatnak ott volt vége, amikor már a gépgyártást is gépek segítségével ö, bonyolították le. Ugye, ha már a gépeket is gépekkel tudjuk gyártani, akkor itt a mai értelemben a tömegtermelés is elindult, viszont ehhez szükség volt arra, hogy országon belül is, meg hát aztán országok között is, a gépekhez szükséges alkatrészeket és eszközöket valamilyen egységes szempontrendszer alapján készítsék el, úgyhogy itt jelent meg az igény a szabványrendszereknek a bevezetésére is. És nagyjából ezzel 1850 környékén Nagy-Britanniában, ez fontos kiemelni, le is zárult az első ipari forradalom, mert ugye, mint azt az előbb említettem, például Magyarországon majd csak az 1860 es kiegyezés után indul el az ipar fejlődése ilyen látványosan, és itt már az első, meg a második ipari forradalom egyszerre zajlott le, ellentétben a Nagy-Britanniában. Egyébként kb. ekkoriban indul el az ipari forradalom második hulláma is Nagy-Britanniában. Amit még itt kiemelnék, bár nem kapcsolódik szorosan az előbb taglaltakhoz, de az a hírközlés fejlődése, mert hogy Morze ekkor találta föl ezen időszakban a távírót, amivel a kommunikáció is hát nagyon, -nagyon felgyorsult. Ugye gondoljunk abba bele, hogy korábban a kommunikáció élőszobban nyilván ugye elég lassú volt, főleg, hogy olyan emberekről kell beszélnünk, akik különböző településeken laktak, és hát ők, nekik ugye több napi útra kellett megtenni, hogy élőben kommunikálsanak egymással adott esetben, ha pedig leveleztek, akkor amíg az a levél odaért. És hát például a kokáért a leveles kommunikációt is felgyorsította a vasútépítés, de hát ez sehol sincsen a távíróhoz képest. Persze ez az is kellett, hogy kiépüljenek ezek a távíró központok, illetve a csatornák, meg a kábelezés, amin keresztül ugye továbbíthatták ezeket a jeleket. Na, hát ennyit kell tudni az első ipari forgalomnak a Fontosabb vívmányairól, és akkor térjünk is rá az ipari forgalom következményeire. Az első fontos következménye az ipari forgalomnak az a népesség változása volt, ugyanis itt a 18. század és a 19. század fordulóján azokban az országban, ahol az ipari forgalom elindult, ott egy népességrobbanás, vagy idegen kifejezéssel demográfiai robbanás következett be. Mi volt ennek az oka? Hát egyrészt az, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően elkezdett még ha lassan is, de javulni az emberek életkörülményei, emellett javultak a higiéniás viszonyok is, és hát mindezetnek köszönhetően csökkent a halálozás aránya. Ennek kapcsán ugye a népesség elkezdett növekedni egy adott területen, és ezt már a korábbi történelmi tanulmányainkból is tudjuk, hogyha egy adott területen túl sokan kezdenek el élni, akkor az a terület nem képes eltartani az ott élőket, ezért az egy részüknek hát el kell onnan mennie. Ezt a folyamatot nevezzük migrációnak, ami ugye ebben az értelemben kivándorlást jelentett, és hát elsősorban a kivándorlás iránya az az amerikai Egyesült Államok volt a következő fontos következménye az első éperi fordulónak az a település szerkezet átalakulása volt. Ekkor indult el a városi folyamata, amit urbanizációnak nevezünk. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Hát köszönhetően annak, hogy elkezdett növekedni a lakosság szám az egyes országokban, meg az országokon az egyes területeken is, ugye igény mutatkozott a lakóhelyek növelésére is, úgyhogy elkezdtek lakásokat építeni, aztán ugye a városokban Elkezdték bevezetni a vezetékes ivóvizet is, ami ugye hozzájárult ahhoz, hogy javuljanak a higiéniás viszonyok is, viszont a vezetékes ivóvízzel párhuzamosan elkezdték kiépíteni a csatornahálózatot is, ami szintén a higiéniás viszonyok javulásához hozzájárult, és hát ugye ennek köszönhetően mivel javultak a higiéniás viszonyok, ezért csökkent a halálozási arány is, hiszen ellentétben a középkori városokkal, így a, ezekben a modern városokban már elkezdett csökkenni a járványok kockázatának a száma is. És hát lényegében, mivel az ipari termelés ezekben a városokban indult meg, ezért nagy iparvárosok jöttek létre, aminek lett egy olyan következménye, mert az emberiség korábban még nem találkozott, ugyanis az első ipari forradalom egy komoly hátrány az, hogy elkezdett szemetet meg felesleget is termelni, és hát ö, részint ez is, részint maga a termelési folyamat is nagyfokú környezetszennyezéssel járt. Elsősorban itt ugye a szénfelhasználás okozta a problémát, hiszen a szén elégetésével termelték meg azt az energiát, amivel a különböző gépeket működtették, és hát itt még ugye nem nagyon figyeltek a környezetkeresztő hatásra, tehát ö, ugye a gyárkéményekből kireztett széndiokszid, szénmonoxid és füst az ugye elég durván szennyezte a légkört. Konkrétan a nagy angol iparvárosoknál sok esetben ezek a gyárkéményekből kieresztett füstök takarták el az eget, és Manchester, birmingham és kvázi fekete városnak jellemezték már az ott élő emberek is az adott korszakban. Na nézzük, hogy akkor ezek után az ipari forradalom ezen változásai hogyan hatottak a társadalomra is, mert hogy elég komolyan hatottak. Hát a társadalom szerkezet is alapvetően átalakult, mert hogy a, megjelent egy új társadalmi csoport, akiket tőkéseknek vagy tőkés tulajdonosnak nevezünk, illetve ugye a másik meghatározó csoportja ennek a modern ipari társadalomnak az a bérmunkásság volt. Na most mi jellemzi a tőkéseket? Hát leginkább az, hogy ők azok, akik rendelkeztek tőkével, ebből fakadóan van elég pénzük arra, hogy befektessenek, és megvásárolják, vagy létrehozassák a különböző termelőeszközöket. Na most ezzel szemben a bérmunkások ilyen értelemben nem rendelkeztek termelőeszközökkel, és hát lényegében, ez azért így nem teljesen igaz, mert egy termelőeszközük volt, azt pedig úgy nevezzük, hogy a munkaerejük, de hagyományos eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal valóban nem rendelkeztek. És hát lényegében ugye ez a két nagy társadalmi csoport áll szemben egymással, mert az érdekeik alapvetően ellentétesek voltak. A tőkés tulajdonosokat nevezzük úgy, hogy burzsóázia, vagy burzsóák, és a vérmunkásokat pedig úgy, hogy proletariátus, vagy proletárok, azaz a munkásság. És hát lényegében, ugye, hogy elterjed a gyáripar, meg a gyármint termelési egység, Ugye ezáltal elkezd rohamosan növekedni a bérmunkásoknak a száma, akiknek az életkörülményeik hát eléggé rosszak voltak, és akkor most finoman fogalmaztam. Úgyhogy ez a folyamat magával rántotta azt is, hogy ez a hatalmas nagy munkástömeg elkezdett szervezkedni, és ezzel kialakult a munkásmozgalom. Na most hogyan reagáltak a munkások a különböző találmányok, és ezáltal a különböző munkaképek megjelenésére? Hát első körben Mondhatjuk, hogy ösztönösen reagáltak, ami azt jelentette, hogy ugye rengeteg munkás azért vesztette el a munkáját, mert megjelentek ezek a gépek, és hát nem volt szükség annyi munkaerőre, mint korábban, hanem sokkal kevesebb, és ennek a munkaerőnek az egy része is ugye azt a célt szolgálta, hogy működtesse és korban tartsa ezeket a gépeket. Úgyhogy az első ösztönös reakciója az volt ezeknek a munkáikat elvesztett munkásoknak, hogy aki vagy pontosan amit tehet arról, hogy elvesztették a munkájukat ezek a modern gépek, tehát akkor ezeket a gépeket el kellett rombolni. Ők voltak például ludditák. Aztán kicsit később elkezdték tudatosan szervezni is magukat, és hát rájöttek, hogy igen, valóban a gépek okozzák ezt, de a gépek azért vannak, mert a burzsoák, azaz a tőkés tulajdonosok megvásárolták őket, valamint azt se felejtsük el, hogy a munkások munkakörülményein nem a gépek változtatnak, hanem a munkáltatóik, azaz szintén a tőkések. Úgyhogy ezek a tudatos mozgalmak lényegében arról szóltak, hogy megszervezzék a gyári munkásokat, és hát az első ilyen fontosabb mozgalom az az úgynevezett szakszervezeti mozgalom volt, aminek a célja kettős volt és teszem a mai napig is ugyanez a cél, hiszen mai napig léteznek szakszervezetek. Tehát az elsőleges céljuk a szakszervezeteknek az volt, hogy javítsanak a munkakörülményeken, valamint a munkaadó és a munkavállaló viszonyát szabályozzák. És hát a legfőbb fegyverük, idézőjelesen véve ezt, az a munkabeszüntetés, vagyis a strike volt, meg ma is, de azt ne felejtsük, hogy ebben a korszakban, Jókilag ez nincsen szabályozva, úgyhogy nagyon sokszor, amikor a munkások beszüntették a munkát a munkahelyükön, akkor oda kirendelték a karhatalmat, és ez a munkabeszüntetés nagyon sokszor erőszakkal szét lett verve. A másik ilyen tudatos mozgalom, az pedig nem más, mint a különböző politikai szervezetek, vagy hát lényegében majd később e, politikai csoportok is lesznek, hát Angliában pártá ugyan nem alakultak, de a, ezeknek a szervezeteknek a követeléseit felvették a programjukban. Ja, Angliában ezt a mozgalmat csártista mozgalomnak nevezzük, és hát 1819 és 1847 között működött, és elég komoly eredményeket ért el a csártista mozgalom Angliában, a, ezek az eredmények pedig nem mások, mint az úgynevezett gyári törvények. Több ilyen törvénycsomót is elfogadtak az itt taglalt időszakban, de a legfontosabb eredmény az az volt, hogy korlátozták a női és a gyerek munkát, tehát például egy idő után korlátozták, hogy 12 év alatti gyereket nem lehetett alkalmazni, például a bányákban, valamint bevezették a 10 órás munkaidőt. Mert hogy korábban 16-18 órás munkaidők is voltak. Az eddig taglaltakon kívül volt még egy fontos következménye az első ipari forradalomnak, és ez részint összekapcsolódik itt a munkás mozgalommal is, részét pedig már átevezünk a 19. század uralkodó eszméhez is, ez pedig nem más, mint a különböző szocialista gondolatrendszerek kialakulása. Először is tisztázzuk, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy szocializmus. Ez ugye a latin, közösségi, illetve társadalmi szavakat jelenti, és nagyon fontos, hogy a szocializmus nem egy egységes gondolatrendszer, többféle irányzatot foglalt magába. Most alapvetően két fő irányzattal fogunk foglalkozni, és az első irányzatnak is megnézzük néhány alirányzatát. Az első ilyen irányzatunk az az úgynevezett utópista szocializmus volt. Ugye az utópia az egy ilyen eszményi jövőképet képzel el mindig, ahol az emberek boldogan és gondtalanul élnek, de hogy hogyan valósul meg ez az utópia, az ugye mindig az adott elképzelőn múlik. Na most, ha az utópista szocialista gondolkodókat nézzük, akkor itt az első, akit kiemelnék, a Szent Simon volt, aki úgy gondolta, hogy a társadalmat két részre lehet felosztani. Az egyik ilyen rész, az az úgynevezett dolgozók, a másik pedig az úgynevezett henyélők. Szent Simon szerint a dolgozók tették ki a társadalom 24-25-ét, akik ugye alapvetően a nevükből is adódóan a munkát végezték, és hát elég gyalázatos életkörülmények között éltek, úgyhogy ezért az ő körülményeke mindenképpen javítani kell. Hát a hennyélők az meg ugye az irányító réteg, és az elnevezésből adódóan nem igazán végeztek munkát. Emellett Szent még azt is gondolta, hogy az államvezetését azt a tudósokra kell bízni, és a megtermelt javak elosztási elve úgy nézett ki, hogy mindenki a munkája szerint részesül a javakból és a szolgáltatásokból. Tehát ennyit kell tudni a Szent Simon féle utópista szocializmus gondolatáról. A következő utópista szocialista gondolkodóval és az ő gondolatrendszerével irodalomból is találkozhatok majd Madácsimén az Ember Tragédia című munkájába, ő pedig nem volt más, mint Sár Fourier. A Fourier alkotta meg az úgynevezett falansztert. Miről szólt ez a falanszter Fourier szerint? ő úgy képzelte el a jövőt, hogy az emberi társadalom alapsejtje ez a bizonyos falanszter lesz, ami egy ilyen tökéletesen összhangolt és szervezett társulás. Fourier leírta azt is, hogy ez a falanszter hogy épül föl fizikálisan, hogy néz ki, és a többi, és a többi, ezzel nekünk itt nem kell foglalkoznunk. Ami viszont fontos, hogy ebben a falanszterben mindenki tulajdonos és dolgozó egyszerre, és hát a munkát azt előre meghatározott, különféle tudományos szempontok alapján kikalkulált gazdasági terv szerint hajtják végre a falanszternek a lakói. Emellett még annyi érdekesség a falanszterrel kapcsolatban, hogy itt ugye az érzelmeket teljesen háttérbe kell szorítani, és minden a racionalitás alá van rendelve, legalábbis Fourier szerint. A harmadik utópista szocialista gondolkodónk az Robert Owen volt, aki annyiban haladta meg, mint Szent Simon, mint pedig Fourier-t, hogy a gyakorlatban is létrehozott egy olyan gazdasági társulás Nyúlemárban, ami lényegében az egyenlőségen alapult, tehát az itt dolgozók egyben tulajdonosok is voltak, és hát az elosztási elve ennek a rendszernek az volt, hogy mindenki, a szükséglete szint részesül a megtermelt javakból, illetve szolgáltatásokból. Hát a gyakorlat sajnos azt mutatta, hogy ez nem működik, mert hogy viszonylag hamar tönkrement ez a mintagazdaság. Úgyhogy ennyit kell tudni az utopista szocialista gondolkodókról, és akkor térjünk át a szocializmus, vagy pontosan a szocialista gondolatrendszerek egy másik ágára, az úgynevezett tudományos szocializmusra. A tudományos szocializmusban két ember nevét kell megemlíteni, akik lényegében ezt az egészet kitalálták, az egyikük a képen látható úriember, akit Karl Marxnak hívtak, a másikuk pedig Friedrich Engels. Na most ők a programjukat az úgynevezett kommunista kiáltványban fogalmazták meg, amit 1848-ban publikáltak, nem véletlenül teszem hozzá, hogy ebben az évben indul el az az európai fordalmi hullám, amit úgynevezünk, hogy a népek tavasza. Akit esetleg érdekel, ezen a linken elolvashatja magyarul is a kommunista kiáltványt. egyébként érdekes meg érdemes is belolvasni, mert hát láthatjuk, hogy azért Marx meg Engels kicsit másképp képzelt el a kommunizmust, és hát ehhez képest, ami megvalósult a 20. században, az eléggé eltérő. Na de, mi is ennek az irányzatnak a lényege? Hát van egy filozófiai alapja, ami ilyen nagyon furcsa kifejezés, az úgynevezett dialektikus materializmuson alapul, aminek az a lényege, hogy a Hegel féle dialektikát materialista alapokra fektették le. A Hegeli dialektikáról csak egy mondatban. A Hegel egy filozófus volt, és ő úgy gondolta, hogy amikor megszületik egy eszme, akkor az abban a pillanatban teljesen tökéletes, de amikor ezt az eszmét át akarják ültetni a gyakorlatba az emberek, akkor mindig valami hiba csúszik a gépezetbe, és ez az eszme eltorzul. És akkor lényegében az eszme meg ez a torzult alap az úgynevezett tézis, illetve az antitézis, és a kettő harcából majd kialakul a szintézis, ami egy új eszme lesz, és ez a folyamat folyamatosan zajlik, 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 amíg hát az emberiség létezik. Na most Marxék ezt materialista, azaz anyagalapokra fektették le, de ami a lényeg ebből, hogy Marx és Engels úgy képzelte el a történelmet, hogy ez nem más, mint a társadalmi osztályok harcának a sorozata. És akkor itt van ehhez egy remek kis tankönyvi ábránk, amit ugye szintén láthatunk és hát így vezették le ezt az egészet már az ősközösségből kezdve, ami ugye egy ilyen kezdeti ideális állapot volt, mert hogy itt nem volt magántulajdon, nem voltak társadalmi osztályok, és elvileg mindenki egyenlő is volt. De aztán ugye megjelent az ókorban a rabszolgatartás, ahol a két társadalmi csoport, akik harcolnak egymással, azok a szabadok és a rabszolgák, és hát ugye ez megy tovább a középkorban, a földesúlyos szintén van magántulajdon, a földesülők harcolnak a jobbágyokkal, hát fordítva. Aztán ugye eljutunk Marx korába, 19. századba, amikor is a burzsóák és a proletárok, azaz a tőkések, vagy hát a polgárok, meg a munkások harcolnak egymással, de amiben más ez az egész, az az, hogy itt már létezik ez a tudományos szocializmus, mint eszköz, és hogyha a munkásokat sikerül a tudományos szocializmussal felvértezni, akkor ők, hogyha erőszakkal átveszik a hatalmat a burzsóáktól, akkor ezzel a tudományos szocializmussal meg tudják akasztani ezt a folyamatos osztályharcos körforgást, és hát itt lesz egy rövid átmenet, amit láthattak a képen, ez a szocializmus, ahol már nincs magántulajdon, hanem minden államosítva van. Még vannak különböző társadalmi osztályok, de itt a munkás már a vezető szerep, és amíg a többi osztálynak a kiváltságait, hatalmát, kizsákmányolását megszüntetik, addig ugye a munkások a proletár diktatúra eszközével hát erőszakosan folytják el a különböző társadalmi csoportokat, majd hogyha ezen az erőszakos átmenet időszakon túljutunk, akkor jutunk el a kommunizmus időszakába, ami ugye az eszményi állapot, ahol is már nem lesz magántulajdon, nem lesz társadalmi osztálykülönbség se, és minden egyén egyenlő lesz minden téren, tehát a jogaik is egyenlőek lesznek, illetve egyformán részesülnek a jogból és a szolgáltatásokból. Tehát ez Marx és Engels történelem szemlélete dióhéjban. Na most, ugye akkor röviden és tömören, tehát a szembenálló csoportok még egyszer, a tőkés tulajdonosok, azaz a burzsúázia, valamint a nincstelen munkások, azaz a proletárok vagy a proletariátus és ugye, ahogy az előbb is mondtam, de azért még egyszer rögzítsük, hogy a munkásosztály történelmi feladata Marx szerint az az, hogy vegyék át a hatalmat forradalmi úton, ugye mivel osztályharcban gondolkodnak, és a történet is osztályharcok sozatának írják le, éppen ezért az nem elképzelhető számukra, hogy a munkásság békésen szerezze meg a hatalmat, ez mindenképpen forradalmat kell kirobbantani és aztán addig tartsa fent a munkásság a proletár ez azaz a munkásosztály erőszakos hatalmon tartását, amíg megszüntetik a többi társadalmi osztályt, valamint a magántulajdon fogalmát. És amint ez megtörténik, akkor jutnak el a kommunizmus idilli állapotába, ami így azt jelenteni a gyakorlatban, hogy nincsen magántulajdon, hiszen minden a közösségi, ha nincs magántulajdon, abból az következik, hogy nincs kizsákmányolás, se viszont hogyha nincsen magántulajdon, minden a közösségi, akkor igazából pénze sincsen szükség, és ugye ezáltal megszűnnek a társadalmi osztályok is, vagy társadalmi csoportok, és lényegében ugye mindenki jogokban egyenlő, és hát megvalósul a teljes egyenlőség, és fontos, hogy a megtermelt javakból és szolgáltatásokból ugye mindenki a képességei szerint veszi ki a részét, ezáltal hasonlóan a belefetetett munka arányában részesül ezekből a javakból. Na most, ez az irányzat, ha általánosan nézzük ezt a szocialista-kommunista irányzatot, vagy nevezzük ugye a tudományos szocializmusnak, akkor itt két szóval tudjuk leírni, hát egyrészt itt ugye a munkásságot szeretné megszólítani, és nagyon fontos, hogy nem tesz különbséget az adott országok munkássága között, tehát hogyha így röviden akarjuk jellemezni, akkor azt mondjuk, hogy a proletár nemzetköziség jellemzi tudományos a szocializmust. Mert hogy szárintük, és ebben volt is némi ráció, teljesen mindegy, hogy egy magyar, egy német, egy osztrák, egy angol vagy egy amerikai munkásról volt szó, ezek a munkások mindenhogyan kivannak zsákmányolva. Ergo, Ezeket a munkásokat kell egyesíteni. Úgyhogy ezért ez a mozgalom nem nemzetekben gondolkodik, hanem internacionalista, azaz nemzetközi jellegű. Nem véletlen az a záró gondolata a kommunista kiáltványnak, se a világproletárjai egyesüljetek. Na, és akkor ezzel lényegében a végére is értünk az ipari fordulónak, illetve a következményeinek. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!